Almazelméleti valószínűségszámítási és kombinatorikai feladatok is várták a diákokat a mai középszintű matematikai érettségén. Fehér Katalin a Piarista Gimnázium pedagógusa értékelt híradónknak. Szerinte a 2022-es vizsga nem volt nehezebb, mint a tavalyi. A diákok többsége már 12 óra előtt befejezte a vizsgalapok kitöltését. A Piarista gimnáziumban ma 71 diák írt középszinten érettségit. Étvégzős döntött úgy, emelt szinten szeretne levizsgázni matematikából. A vizsga két részből állt. Az első részben geometriai, almazelméleti, koordinátai feladatokat kaptak a diákok. A második részben egy másodfokú és egy elsőfokú egyenletet kellett megoldaniuk. A választható feladatsorok között pedig mértani sorozat, térgeometriai és almazelméleti feladat között csemegészhettek az érettségizők. Szerintem a mostani feladatsor is korrekt volt. Nagyon hasonló volt a második része a tavaihoz képes, tehát az egyszerű feladatokban találtam némi nehézséget, tehát amit egy gyenge tanuló esetleg nem érti, hogy éppen mit kérdeznek, viszont a függvénytábla használatával egy képletbe helyettesítéssel meg lehetett oldani az első feladatsort is. A második feladatsorban is voltak könnyű feladatok. A gimnazisták a szokásoknak megfelelően segédeszközöket is igénybe vehettek a feladatokhoz. Tehát a számológép, a függvénytáblázat, a körző, vonalzó vagy a szögmérő is a fiatalok rendelkezésére állt. Amikor megláttam az első 12 feladatot, akkor folytatódott a pánik, mert szerintem szerintem nehezebb volt az első 12 állítólag könnyű feladat, mint a második része. Aztán, ahogy dolgoztuk a feladatokat, egyre jobban ment le rólam a stressz, és mi rájutottunk oda, hogy a hosszú résznek a füzetét megkaptuk, addigra azt éreztem, hogy jó, oké, van tudás a fejemben, tudni fogom, hol kinyitni a függvénytáblázatot, tudom használni a számológépet, és utána a 12-től, 12 utána 13-14-től a 18 as feladatig már, már olyan komfortosan éreztem magamat, és úgy éreztem magam, mintha csak matekórán lennénk. Pataki Levente a korábbi évek feladat megoldásával készült fel a mai vizsgára. A tanuló orvosi pályára készül. Úgy érzi, jól sikerült teljesítenie a feladatokat. A legnehezebb feladat számomra az első 12 feladat közül, ha jól emlékszem, a 9-es vektoros feladat volt. Hát ott elég rendesen igénybe kellett vennem a tudásomat, ami volt az adott témában. Hát véleményem szerint ö, talán sikerült sikeresen megoldani de ezt majd a javítótan el eldönti. Az érettségizők szerdán a történelmi tudásukról adnak számot.